Gratulálok a srácoknak, a Paksnak is tényleg nagy gratulatát, tartalékosan jöttek, de mindent beleraktak, hogy próbálnak nyerni. Számunkra az a egyetlen jó, hogy nyertünk igazából. Tehát voltak rövid periódusok, amikor jól játszottunk, de rövid periódusok, de nagy részét a meccsnek nem jól csináltuk. Tehát főleg a védekezésben sok támadó lepattanót kaptunk, arra sokat beszéltünk a héten, hogy azt muszáj. Tehát a harmadik negyedben Paks csinált 8 támadó lepattanót, és abból dobtak 17 pontot. És ha jól tudom, a harmadik negyedben 22 pontot dobtak összesen. Tehát az nagyon rossz. És akkor ugye elég idegesek voltunk a támadásba, adtunk el labdákat, ilyen nem teniszben mondanák unforced errors, akkor rossz döntések, de a végén sikerült nyerni, tehát igazából az egyetlen fontos dolog a végén, de ennél sokkal jobban kell fókuszálni, tehát azt hiszem, hogy nem volt elég koncentráció, fókusz, valahogy bement a fejünkbe a tartalékos Paks, és hogy ez könnyű meccs, ez ugye beszélgettünk még meccs előtt róla, hogy ők is ugyanevvel a kerettel voltak Szombathelyen szerdán, és 25-6 percet igazából partiba voltak ott is. Tehát, de egyszerűen a nem volt elég koncentráció, az a véleményem. Tehát megyünk tovább, most megint nyertünk, most megyünk, nehéz. Nehéz, még kettő nehéz meccs vár ránk, ez a válogatott szünet előtt, tehát muszáj összeszedni magunkat fejben, testben, hogy ennél jobban kell játszani. De még egyszer gratulálok, hogy győzelemben, meg a Paksnak is gratulálok, meg sok sikert a további meccsekben. Köszönöm szépen, én is szeretnék először gratulálni a Paksnak. Nagyon kemény mérkőzés volt, igazából a végletekig kiélezett, és egyetértek a Ducával, nem úgy alakult ez a meccs, ahogy mi ezt elterveztük. Volt egy game plan, amit megbeszéltünk, és abból elég kevés dolgot sikerült megvalósítani. De összességében nagyon örülök a győzelemnek, nagyon fontos volt. És ez, azt gondolom, hogy ez a három mögöttünk lévő győzelem akkor fog nagyon sokat érni, hogyha ezt a válogatott szünet előtti kettő meccset is meg tudjuk nyerni. Nyilván most a következő mérkőzésre koncentrálunk egyből, ami Oroszlányban lesz. Biztos, hogy ennél több kell, de azt majd jövő héten átbeszéljük, most örülünk a győzelemnek. Gratulálok a Debrecennek. Nem tudok mit mondani. Tehát mit mondjak? Megint azt, amit szerdán, megint azt, amit múlt héten, hogy hiányzott 5 játékos, és minden játékosom, aki itt volt, nyerni akart. Küzdöttünk, 35 percig játszottunk egy jó mérkőzést. Nem tudok mit mondani. Most mondjam azt, hogy miért nem szedtük le a lepattanót, miért nem védtük le a backdoort, miért nem zártunk ki, miért nem toltuk le a Mócsánt a blokkról, hát hogyan? Tehát hát örülök neki, hogy ezek a játékosok így küzdenek, és harcolnak nagyjából edzések nélkül. Hát edzeni se tudunk, nem, hogy nekünk lehet, hogy minden nap mérkőzés lenne, jobb lenne. Úgyhogy gratulálok a Debrecennek, bedaráltak minket, nem tudok más mondani. Most lesz 4-5 napunk felkészülni a hazai Szolnok mérkőzésre. Ez fontos minden szempontból, nagyjából fontos lehet a 4 közé jutásért is, de fontos lehet azért is, hogy playoffba jussunk. Úgyhogy nagyon sűrű a mezőny. Úgyhogy mondom még egyszer, büszke vagyok a játékosokra, akik ma pályára léptek, mert megint egy fantasztikus teljesítményt oda tettek. Igaz, hogy vereséghez volt elég, de most tényleg ebben a szituációban nagyon sokkal többet nem is váratok el tőlük.
Yeah, you know, I agree with Coach. We fought really hard for the win. You know, they played a great game too. It was a battle between, you know, their bigs, me, Johnny, our guards and their guards throughout the entire game. You know, we have a lot of different things hurting us right now as a team, but, you know, it all comes down to, you know, they played a better game today. You know, we got a little bit to fix up, but I think overall we put our hearts on there. We played hard. Igen, ahogy a vezetőedző is kiemelte, ugye mindkét csapat nagyon jó mérkőzést játszott, és ugye a pakcsiak erőn felül teljesítettek a sok hiányzójuk fényében. Ennek ellenére is fel tudták venni a harcot a debreceniekkel, és egyenrangú ellenfelei tudtak ma lenni a Deacnak. Ez ennyire volt elég, rendezniük kell a sorokat, és fel kell készülniük a következő megmérettetésekre.